sia Avenger. Reggelt. Ez a gyorsan bedobott. Nem szokott ez ilyen gyorsan. Hello. Ott a Máté. Ott egy Máté. Bocsa, elment a hang, csak ilyenkor még... YouTube-ban nem akarjunk mutatni, hogy live-olók, ugye? Mert miért kéne? Nem kell, azt hülyeség. Tirol, Aitör. Na. Ezt a négy bázist kéne megszórni. Na. Ó, rámegy még szépen. Pont. Megyünk tovább! Lehet egy kis magasságot is nyerni. Szia Stefanus! Szép napot neked is! Na, szépen óvatosan remélem tőtikézni, aztán emelkedünk. Hát igazából most... most nincs aktívág, amit húzok, mert ezt a kettőt befejeztem. Hát ugye a B-32-t azt csinálgatom. Napizgatom, de hát ugye az amerikai bombázó ága fene tudja, mikor lesz folytatva. És akkor ez lenne az az ág, úgyhogy ki kéne néznem egy ágat, az igazság, amit kéne vinni. Ki kéne találni. Német csatarepülőn gondolkodom egyébként, hogy jobban bele kéne vágni. Nem tudtuk behúzni? Wow! De kávézok közben. Én is kávézok közben. Ajaj. Nem tudtuk behúzni ezt a pontot, úgyhogy... megyek vissza oda. Ó, gyere rám! Úgy-úgy! Úgy-úgy, gyere csak! Gyere! Megvan! Megvan az. Mit kéne megszórni, hát ilyen érdekes szórás lesz, na mindegy. És azt a légvédelmet hadd vegyem le. Jó. Az egy szórásra legalább három épületet szeretek szórni, de 4-5 lenne az ideális. Szavasz paradicsom! És még mindig nem a miénk a pont! Hát ezt nem hiszem el! Nem hiszem el! Hát, lehet, hogy ezt potyán szórom, mindegy most már. Frányi magasság nem akar jönni. De hogy még mindig nem a miénk a pont, azt nem is értem.
jó választás, meglátjuk. Igen, egyébként rájöttem, hogy kell valami ág, mert az kell mindig egy projekt, ami éppen fut. Szegény Ralf. Ajjaj. Ó, eddig egyébként a Bérnc 2 szépet megy. Csak. És ők húzták be a pontot. Hallod, ezt hogy csinálták? Ezt nem is értem. Arra nem fordulunk. Azt hogy húzták be? Hát kétszer átmentem fölötte, három rakaszt szortam rá, és nincs az övék lett. Hát ez azért vicces. Szia, Tonó! Hú, halljátok, éjfélkor még patintottam egy AVP live-ot, egy több mint egy órát. Tök jó volt egyébként. Reméltem, hogy egy rakasz lemegy, de a bot kinézett magának. Fél rakasz ment le kb. Nem is értem, hogy ezt hogy nem tudjuk, hogy nem tudtuk behúzni ezt a pontot. Kobuku. Ja, és a legjobbat lövő playerük egy bot. Az a kemény, mi? Az a kemény, nem a faláb. Meg lehet nézni a... Nézd meg, és már jön. Nem fog elérni odáig. Az viszont nem bot. Lehet a nevekről is látni. Tehát általában az ilyen kicsit komplikáltabb nevek azok. Bodogan 91 az például egyértelműen player. Gyere, repülj belém. Figyelj, ráfékezek. Nincs sikerült. Meg ha jobb klikket nyomsz a nevekre, akkor a playereknek följön az ablak, a botoknak nem. Én már tudok bemenni. Hát, nem fog szégyenkezni, 9004, és nem rajtam ment el a meccs, ha ezt bukjuk. Na szóval, hát, hogy például, ha erre nyomok egy jobb klikket, akkor lejön a kontaktokhoz adás, meg reportolás, és az csak a playereknél lehet. Makar, annál nem jön fel az bot. Kozsek, az megint csak izé player, ráadásul az ilyen általában az ilyen évszámos izék nevek azok. A botoknak nincs száma nevük után. Tehát az például alap, hogy a botoknak nincs száma nevük után. A playereknek szokott csak szám lenni. Alois bot, Kató bot, Ralf bot, Hanana bot, Edwin, Hugo bot, Kokobu bot, Cecil bot, és ez a Bodogan ő is player. Tehát itt most oldalanként három player van. A többi pedig bot. Hát most éppen mi húzzuk jobban, ők vezetnek. Meglátjuk. Meglássuk. Közben azért YouTube beadta végre. Meg tudom rakni nagyba a csatablakot. Pellanat türelmet kérek. Alapból olyan picike a csat. A két monitornak a előnye. És akkor megosztom a csoportba is, live-ot aztán már megyek is, illetve a következőt el is indítom. Ami, hát most aztán van küldim rendesen, kis tírbe kéne mennem egy szektorvédelmes küldítés, az meg is van mindjárt. Akkor egy tír. Egyes! Hát egy ilyet, tehát trókodósat! Menjünk akkor trókodós tír egyest.
mondja. Nem kell ilyenkorból, akkor tegyétek fel a kérdést egyből. Ezeket, ha lenne még egy kérdésem, meg lehet-e még egy kérdésem, ezeket nem kell ám. De mi? Krán, amiben vagy halott, hogy a fenébe lehet kilépni. Bemész a Warpaints oldalra, és ott elvileg az adatlapodnál van egy olyan Leaf Clan, de mindjárt megnézem pontosan, jó? És akkor jössz át hozzánk? Szia, Dodge! Picikét halknak érzem a játékot. Nálatok milyen? Játék hangereje nem nagyon halk? Vagy egy pici hangerő emelés a játékon, az nem lenne még zavaró? Megvan. Szia kutyi! Wuhu! Hát figyelj, a VOD-ból én nagyon sok emberre nem emlékszem, hát tudod hány emberre játszottam én ott a 8 év alatt? Fuhú. De a Warplanes-be vegyél fel. Vagy most de Warplanes-es klánba vagy botosba? Na most az végül is akkor nem egyértelmű. Á, ide fölé ment. Most kellene rálőni. Most szépen egyenes vonalba repül. Low HP-n, és nem lövik le, hát ez én nem értem. Oh! Primary target. Na, ő például a player. Mennyi marad be? 2 HP, hát az nagyon... Az nagyon megéri. Védem a pontot, kapsz egy bacombot. Na, hessinen? Na, te, nem... Nem rakétázzuk itt az épületet, nem szégyeled magad. Nem szégyeled magad, te. Itt az I5-ös, ez is player lesz. Talált el francba. Lehet, hogy mégsem volt player, nagyon érdekesen mozgott. Tehetek rá hangot? Jó, mindjárt teszek. Ezután nem egy csután, teszünk hangot. Meg se próbálnak így kitérni, vagy ringatózni. Egyébként egy csomó lövést el lehet így misszelni, hogyha így ringatod a gépet, miközben hátulról lő valaki. Valószínűleg így is le fog szedni, de hát ha annyit lehet húzni az időt, hogy valaki jön és segít. Érted, 10 másodpercet tovább élsz már, az azért sokat számíthat. Ne,
le azért könnyű gépeket először. Mindjárt a könnyű gépek először a veszélyesek, mert... Hát testem. Ő is szerintem. Ne és most. Bevégezzük. Visszajött bosszút állni, nem figyeltem. Szia Zsombor. Overlord 78. Na ilyen se sűrűn van egyébként, hogy ki tudnak minket egy pontról így kergetni. Általában, hogy ráülök egy pontra, tír egybe, az meg van fogva. Érdekes. Én meg is fogott. Na jó van, már ki ne talált, hogy izé leforogsz. Sérült a szárny. Ezt hogy? Ezt hogy csinálta? Megdöglöd, de... Erre azért kíváncsi lennék. Szia paradicsom. Hello Benny. Corsair-em? Hát... konkrétan a Corsairből melyikre gondolsz, mert... Saber-öm. Mi a... Igen, ellenfél kapott két elite playert. Nekünk is van kettő, csak az AR-65 az béna, mint a seg. Úgy meg nem lehet. Nem lehet. Tehát az, hogy nyakamba viszem a meccset, az kevés, hogyha az ellenfélnél két ember visz a nyakába a meccset. Most leveszem a izét, sérültet. Hol vannak? Hol vannak? Hax. Vigyek a botok, hogy Hax. Egészségedre. De most mit lehet mondani? Hax. Csatakanca. Igen, egyébként ezt a blank lépést, ezt ugye tudták dugni a végénél, gondolom direkt, hogy azért nagyon ne lépkedjenek ki az emberek klánokból. Bár mondjuk az talán nekik nem tudom mennyire számít, de ki tudja. Simán kinézem belőlük, hogy van benne valami szándékosság, és nézd meg, behúztunk egyet, az a baj, amint húzunk egy pontot, ők elvesznek másik kettőt. Már arra megyek csak, hogy legyen meg a pontom, aztán kész. Szép. Mert ha már bukok, akkor viszont elegánsan bukjak. 23.400-zal. Nem csak, hogy érezzék azért na, a törődést, hogy azért na. Tehát éreztetem velük ezzel, hogy nem azért nyertek, mert annyira OP-k voltak, hanem mert én csapatom volt bal fék, nem kicsit. Arra le. Na. Szia Dávid. Overlord 78. Meg mindjárt föl is veszlek itt, ha nem vagy még fölvéve.
Hát jó meccs volt alapvetően. Overlord 8. Ó, oh, Akelakán. Várj, én már fölvettelek téged. Nem, te föl vagy véve. Szerintem. Igen, igen, te nem vettél még föl a játékos listádra a WoW-ben. Úgyhogy majd te vegyél fel az Akelakán. Aha. Na, kilépés, megnézzük gyorsan. Bezártam a izét? Ja, nem. Na, benn vagyok Warplanes oldalon, és a jobb felső sarokban, ahol a neved van, miután beléptél, akkor azt elvileg legördíted. Account Management, de most nézem, nem vagyok benne biztos. De lehet, hogy a izé plános résznél lesz. Aha, akkor nem itt van. Nem itt van, akkor meg kell menni a klánhoz. Majd kell keresni My Clan. Most éppen bénázok, pillanat. My Profile. My Clan. De bemész, akkor van olyan My Profile, azt azon belül van olyan My Clan. És ott kéne olyannak lennie valahogy Leaf Clan. Valahogy. Nagyon hülye helyre elrakják egyébként. De valami őszintén én sem tudom, mert a büdös fenébe tudják így eldugni. Hát, akkor ne haragudj, az a helyzet, hogy nem tudok segíteni. Akkor légy szíves azt a videót, amit Paradicsom küldött, azt nézd meg, mert nem tudom. Be kell látnom, hogy nem tudom, hogy hova van elrakva ez a funkció. Valahova eldugták. Na jó van akkor. Azért ne tír egyel, bóckodjunk, menjünk tír 3-ba. Igen, mert ugye győzni kell ez a meccshez, tehát hiába lesz 23 ezeret, és röhögve meg lenne már ez a küldi sorozat. Nem, győzni kell. Győzni kell. Valahol a Warplanes-ben is van ilyen, de tényleg nem tudom, hogy hol. Ki lehet lépni, mert tudom, hogy ki lehet. Tehát van erre opció. Most már bosszant, most már akkor is megkeresem. Warplanes, Leave Clan. Most csak kíváncsiságból beírom fórumba. Nincs erőkép. My Clan. Az a baj, hogy lehet, hogy nekem föl sem fogja dobni, mert ugye én vagyok a klán alapító, lehet, hogy kis jutok bele csak úgy lépni. Figyeljetek, át kell nézzétek át a báj, valahol ott van. Valahol a klános dolgoknál. Valahol ott kell legyen, biztos, hogy ott van, csak végig kell nézni a funkciókat. Ez egyszer csak majd ott lesz egy aj Leaf Clan valahol, de nem tudom én se, hogy hol. Majd kikeresem egyszer leprintskinelem és kirakom a csoportba, hogy legyen meg, mert ez lehet, hogy másnak is hasznos info lesz. Írom ezt a kis gépet. Nem melegszik túl a fegyvere, legalábbis irtozatosan lassan. Sokáig lehet a célon tartani. Téged kiveszlek már. Elite player, ez károkat okozhat. Csak ide.
Ebben a pont. Ennek örömére gyorsan kihasználom, egy kicsit nyugi van. Ha megtaláltátok, akkor írjátok már be ide, hogy hol van, mert most már engem is érdekel kíváncsiságból, hogy hol lehet ezt. Ugye tudják ezeket a hülyeséget dugni, hogy félelmetes. Bálok erre a pontra és védem. Nem rosszul kezdtem el a meccset. Hagyj ilyenek ők. Jobb a hang. Honlapon Michael és bal alsó sarokban. Hát így lerakják valahova alulra. Na, majd mindjárt megnézem, kíváncsi vagyok. Ha megtalálom, akkor kirakom ide a live-ba, jó? És akkor megmutatom. Böngész ablakot. Szemtelen. Ó, de szépen ég. Megyek vissza a közepére a napnak. De jó, amikor szépen berepül és már tudod is szedni. Hát ezek ilyen öngyilkos jelöltek, berepül aztán rekt. A pontszáma nem lesz baj. Még ha ennyi lenne, csak is elég lenne már. És még a meccs elején vagyunk. Na most várj, jöjjenek. Jönnek. Hát ez is egyébként mennyire egy használható gép ahhoz képest, hogy ajándékba adták. Tehát nem kellett, valami küldiért kaptam, de valami nagyon egyszerűért. Ezek macska jöncsik. Isten, olyan durván szedi le ezeket a gépeket ezzel a szecskavágó ágyúval, így jaj. Nézd meg, simán csak így átrepül, berepül. Én nem értem, mert máskor meg a botok olyan brutálul manővereznek, itt meg most nem. Szia Andris! Jaj, az roncs volt. És ők húzzák jobban a pontokat, mert én tök jó így fogom a közepét, de nyomorult tím meg nem képes kepelni. Egyet kinyírom és akkor megpróbálom őket elküldeni. Érdekes, hogy nem mindig engedi azért. És rajta ülnek a négy ponton, hallod, mert nem jönnek be ide. Most tényleg ennyire retardáltak ezek? Komolyan? Szelmenem kepelni, hát basszus, négy ponton ülnek. Közepét azt
És figyeld meg, hogy mire itt behúzok egyet, el fogják bukni a közepét. Egyszerűen annyira idióta a csapat már megint. Ez hihetetlen. Akkor gyorsan fog még kepet. És itt van, megvan. Egy gépet kellett hozzá lelőni. Egy gépet kellett lelőni, és megvan a kep. Most ezt nem tudta megcsinálni itt három idióta. Gyorsan megyek vissza a közepére. Két napja köhögsz. Mézes kamillás tea. Tudom, hogy ketten jönnek mögöttem, de most gyorsan ezeket ki kell innen pöccinteni, mert... Nehogy berántsák itt csatrepülőkkel a kepet. Egy HP! Na, de player. Player volt. Ki van itt még? Jól fogta kapjuk még egy pontot. Dicséretes. Szia Kitty! Hát figyelj, én egy próbát azért tennék vele. Azért az nem szokott rossz lenni. 24.200 és már csak ketten élnek. Meg ott van lent. Megnézzük már ezt a Leaf Clan mindjárt, jó? A My Clan és bal alsó sarok. Rémlik egyébként valami, hogy ilyen hülye helyen volt eldugva. Ahogyne! Ki ne talált, hogy ők nyernek. Baszki, két gépük van. Ott az egyik. De még egy pontot elveszünk, az is elég. Nem áll, végén szednek le. Megvan a pont. Ez a két magra. Fönt, föl vannak magasan. De igazából mindegy. Most már így jobban húzzuk. Aztán fél évig is próbáltam ezt-azt. Ja. Hát akkor lehet, hogy egy kicsit most még regenerálódnia kell a torkodnak, hogyha nagyon durván toltad ezt a dolgot. És figyeld, lejön. Figyeld. Igazából nem tudom, mi a terv. De most ezzel nekem tesz szívességet. A másik az ott fönt van, az túlélésem ez player? És nem, az bot. 25.935. Mi ez a meccs? Úristen. Hát jó, hát akkor legyen ott fönt, hát mit bánom én. A meccs megvan. Úristen, ez nagyon beteg lett. Ez egy player volt, ez az SP bombázó, hát elég éren ment. Na ez az alázás. Szia Richard, jó reggelt. Hát ez nem egy rossz kör. Érdekes, hogy kis tírbe nem ad plecsniket. Most ezt így észrevettem az utóbbi időben, hogy hiába mész 20.000-eket, kapsz egy ilyen első osztályt, és nem, ide, itt nem osztogatja a plecsniket, csak nagyobb tírekbe. Kicsit fura, de... Na. Most a My Clan-nál vagyok, és bal alsó sarok. Bal alsó sarok, most legördítek. És már érdekel. Clan rules. Az nem. Keres.
Keresem. Create Klein, Find Klein. Ez hihetetlen. My Profile. Hát srácok, én Leaf Plant nem találok. Nem tudom, megtaláltátok ti egyébként? Hihetetlen, hogy hogy eldugják. De hova van paradicsom? Én még mindig nem találom. Bár mondjuk nekem nem annyira kell, nektek kell. Csak most már bosszant, hogy hova dugták el ezt a hülyeséget. Hát srácok, én nem találom. De nem akarok most videót nézni. Nem lehet simán megmondani? Tehát most miért kell nekem videót nézni hozzá? Igen, a MyClan-ig eljutottam én is, saját nevem. MyClan, igen, ott vagyok. És akkor itt hol van? De Warplanes-ben nincs ott. Hát ez kurva jó. Na jó, hagyjuk. Tudjátok mit? Én elengedem. Ha megtaláltátok, akkor jó. Én elengedtem ezt a dolgot. Na, ez megvan. Mikor még közepestél. Még 2 percet pörgök rajta, garantáltan szétcsesz az idegettől, hülyeségtől most már. Nem, paradicsom, már nem érdekel. Nem akarom. Már most már nem érdekel. Most már nem is akarom tudni. Bal legalul néztem, nincs ott. Szia, Ricsi. De akkor Stefanus sem találta meg szerintem még mindig. Hát akkor marha jó lehet az a videó, ha ennyire nem lehet megtalálni. Csináljátok már egy print screent róla komolyan, és tegyétek már ki a csoportba. Az a legegyszerűbb. Valaki print screenelje le, vágja ki csak azt a részt, hogy ne az egész ablak legyen, csak azt a részt, ahol ez a hülye gomb van, és tegye már ki a csoportba, mert Ez már tényleg egy kicsit nevetségessé kezd válni. Cicus! Szeva cicus! Miau! Hú, de felhúzott ez a hülyeség most, hallod? Ez Leaf Clan-os baromság. Én vagyok a marha, hogy ilyenekkel foglalkozok, hogy elkezdek keresgélni ilyen eldugott hülyeségeket. Úgy utálom, amikor valami nem áll kézre, és nem egyértelműen megtalálható, vagy állj, de gyűlöm az ilyet. Úgy fel tud cseszni egyből. Már kinézett magának. Hello. Hát a védekezőket kiszedtük, csak már én nem tudok itt mit csinálni. Na megvan. Nem úgy fest. Jó,
FB csoport továbbra sem található. Ne idegesíts. Hát ott van nekem is megnyitva. Akkor rosszul keresed. De srácok, ne csináljuk már ezt, hogy nem működik semmi. Hát... ugye belinkelem, esküszöm nektek. Tessék. Ott az FB csoport. De simán rákestek, hogy cingár ki kell adja. Tutira ki kell adja. Na mi van ma? Semmi nem működik. Belopta. Belopta, a Spiti belopta. És erre nem ad ki semmit? Erre a linkre? De akkor írd be a Facebookon, hogy cingár, így simán, és tutira ki kell adja. 100%, hogy ki kell adja. Hát nem de, tehát zárcsoport, de meg lehet találni. Tehát tutira meg lehet találni. Hopp, egy gyak volt. Volt egy gyak. Az igen. Mit csináltok, hogy nem lehet megtalálni, komolyan mondom. Az már user fail lesz, tehát. Ez a link már jó. Hát ugyanez a link van kirakva a Facebookra is. Pontosan ugyanez a link van kirakva, csak nem megnyitni kell innen, hanem bemásolni a Facebookra. Tehát arra figyeljetek, hogy innen valószínűleg azért nem nyitja meg, mert a Facebookba kellenetek. Ez fog lőni. Na. Nem rám figyel. Érdekes, azt a sérül, de gyorsan kiveszem. Igen, és akkor. Közünk. Ah, van a miénk lett, nem baj. Szevasz, hagyma! Na, meglett ez a Leaf Clan? Mert azóta se írja senki. Megtaláltatok a Leaf Clan-t. Matthias! Ez az Spiti is igazából 500 méteren belül hatásos igazán. 750 méterre már el tud lőni, de ott még nem igazán lehet vele. Pontosan mi van itt? Jó. Igen. Hát bementem három gép közé, mondjuk mit vártam. Mit is vártam, mi fog történni? Most megnézem kíváncsiságból, hogy... még egyszer be tudok resztanulni. Hú, ezeket nagyon megverjük most. Annyira, hogy nem is tudok igazán jót menni. Az player? Magasan van. Igen, és jött a bot és lelopta, hát tehát tipikus.
Ugye megnézem. Most már kíváncsi vagyok. Mi is nyertünk. Jó, 10 000 meg lesz. Éppen, de meg lett. Na. Hát el kell keserítselek. Itt semmilyen kép nincs erre vonatkozóan. Érdekes. Értesítésből nyitom, úgy megnyitja, de hogyha rápörgetek a izére. És ott van, hogy lépklán. Ez azért vicces, mert nekem ott néztem, és nekem nincs ott. Tehát én ott vagyok abban a májklános ablakban, és ott a sarokban, amit te beprinckineltél, ott nincs. Nincs ott a Leaf Clan nekem. Tehát ezek szerint akkor, mondjuk lehet, hogy azért, mert én vagyok a klán parancsnok, és nekem nem adja be. De nekem nincs ott a Leaf Clan, mint funkció. Ott a fakú ott van, és fölötte semmi. Valószínűleg én így nem tudok kilépni. És azért... Hát mindegy, hogyha másnak így működik, akkor jó. Nálam úgy látszik, hogy egy kicsit másképp megy, mert nekem le kéne adni a klánparancsnokságot először, hogy kiléphessek. Szia, Szandi! Gondolom én ezért nem megy. Airfield-et kell védeni, az ezen a meccsen nem is volt, úgyhogy úgyse tudtam volna. Viszont mindjárt ez megvan, úgyhogy közepes térbe megyek még, és akkor az 10 token. Az azért úgy nem olyan rossz. Akkor viszont megyek egyet a másik 6-os prémiummal. Aki 88-al. Megvan? Na, szuper. Attention. You are entering the combat zone. Get ready for battle. Good luck. Azt nem tudom, hogy a kilépés után tudok-e egyből clan invet küldeni. Jézusom! Clan logó felett van egy kis pöcök, arra kell kattintani, akkor fog látszani. Mi ez a hülye végés megoldás? Kattints ide, hogy egy funkció a weboldal átellenes végébe megjelenjen. Ez milyen hülyeség! Hát elvileg itt is vagyok, hogy 2 nap mire tudok invet küldeni? Kilépés után 2 napig nem tudsz belépni más klánba? Azt hiszem a vodba is így van, vagy így volt, nem tudom. Ha, jó rémlik. Persze, hogy belopta a bot. Lehámpézom, az meg jön és leszedi. Hát. Most ezt is le fogja valami lopni. Nyaka. Nézd meg, itt keringek egy ilyen hülyével. Fordulj már, hát ez szerencsétlen. Ez az enyém lett. Nem, egy hét nincs, azt hiszem 2 nap. 2 nap kell. Annyi, hogy akkor majd Stefanus írja már rám 2 nap múlva, jó? Hogy dobja ki invet, mert el fogom felejteni. Vagy live-ba, vagy a játékba, mindegy. Meg vegyél föl, de fönn vagy ismerősnek, meg én is fönn vagyok már ott. De valahol majd írja rám, jó? És akkor... Milyen ez az Akela klánt? Én láttam, hogy van, de gondoltam, hogy nem lehet valami aktív plán, mert talán egyszer futottam bele valakinél.
lámpázva, az úgy voltam vele, hogy az... Ne létezzen. Jó. And here I am. Rocking like a hurricane. Szoktam nyomni a féket fordulásnál. Visszafordulnak, hogy támadják a tankot. Őrködöm! Látjátok? Megnyomom, akkor szétnyílik a szárnyom. Figyelitek? És szoktam fordulásnál használni. Gyárat meg kéne szerezni. De easy-be. Na most csak föl kell menni. Érdekes lefordulás volt, de működött. Na jó, meguntam. Valami rá akart menni a csatarepülőre, nem tudom miért. Gondolta, hogy azonnal leszedem. Csak ezt tudom, akkor nem nyomok el 10 000-ért egy fordulás boostot. Na kire gondolom, hogy engem ne... Á, nehogy azt mondja, hogy engem mindig hagynak. Hát, igazából... Arra kell vigyázni, amiben én is bele szoktam én szaladni, hogy nem szabad sok gép közébe repülni egyedül, hanem így próbálni így tömegbe maradni a többiekkel. És akkor a zavarosban kell halászni. Hát meg hogyha már te vagy a jobb pozícióban, akkor már... Eleve jó. Akkor egy gyár a miénk, de elvették a föntit. Próbálom ezt a pontot segíteni, behozni a többieknek. Összeszerencsétlenkednek itt ezek a keppel, hallod. Ki kell lőni egy-két gépet, azt megvan. Mi ezen bonyolult? A védekezővel foglalkozik, de érted? Bejön, és a védekezővel kezd el pöcsölni, nem a izé, nem a playerrel. A védekezővel, mert az fontos. Jó, tele X. Remélem. Rombolás. VHP-ja meg leficcent, hahaha. Egy HP. Egy. És nézd meg, eljöttem a gyárról és behúzták. Hát ez hihetetlen. Jék, mint a seggem, hallod. Gyorsan inkább a sérült leveszem. Nem hagyom rá a botokra, mert félelmetes.
Csak levesztetek, már egy lövés van benne. Levették le. Nem, ez nagyon dühítő, hogy mindig csak az a pont van fogva megvédve, ahol én ott vagyok. Tehát ha én valahonnan elmegyek, azt a pontot azonnal bukjuk. Tehát kicsit kezd már frusztrálni a dolog. Megint 14 000 és bukunk. Elképesztő. Na, a gyárat az nem lehet volna szabadot hagyni. Mondjuk önmagában a gyár még kevés, hogyha az összes többit ők fogják. Mi lesz szaladok az a gérpadról? Baszki! Csak egy busztot rá. Ki ne találta, hogy azzal lefarogsz, mert tökön szúrom magam. Megúsztad. Hát megint egyszerűen. Hülye agyhalottak voltak a csapatomban. Szia Tamás! Egyedül nem szabad elkolbászolni a helyre, ahol az ellenfélnek több gépe van, mert akkor ugye, még ha botok is, nincs más, amire rámenjenek, instant rád fognak fókuszálni. Úgyhogy legalább 2-3-on kell egy pontra menni, hogy megosztódjon az ellenfélnek a tűzereje. Ha valahol egyedül vagy és több gép van ott, akkor azonnal rádugrik mindenki, védekező játékos, teljesen mindegy. Amikor el vannak foglalva más gépekkel is, akkor lehet tevékenykedni. De van, amikor nekem sem megy, és kapdosnak le azonnal. Meg attól függ, hogy milyen playerek vannak, mert ugye kicsit már gógyisabb playerek, azok a specializált gépekre azonnal ráugranak, mert tudják, hogy azok jó eséllyel a veszélyesebbek, nem mindig, mert van amikor azok is olyan bének, hogy borzasztó, mert kispecializál, nem játéktudás kérdése, csak türelem kérdése, hogy megcsináld a hozzá szükséges izét. Attól függ, hogy mennyire gyorsan jutsz el odáig. De hogyha fókuszolják a kielitezett gépeket, akkor sok minden nem tudsz csinálni. És nézd meg, ez is meg lett volna, hogyha ez győzelem. Megpróbálom a hetest. Ez picikét másfajta lesz. Megnézzük. Hát akkor csak nincs szerencsét, Kitty, akkor van ilyen. Kell a joy. Én is kipróbálnám, de nem tudom, hogy el tudnék-e már joystickra állni. Most már az a baj, annyira egére van beállva a kezem erre a játékra, hogy nem tudom, hogy lehet, hogy joystickkal rosszabbul menne. Nekem is nagyon változó, hogy mikor hagynak élni. Van, amikor egyáltalán nem lehet mozdulni se. Elég sok a player most. 1, 2, 3... Három oldalanként. Így délelőtt az nem is annyira rossz, legalább nem csupa bot van. Pilots, get ready for action. Let's go. És egy érdekes madár ez a gép. Nem tudod, hogy éppen előre vagy hátra megy. Este igen, este több a player. Volt már egyébként, hogy láttam oldalonként 8-9 playert is. Ami már azért nem olyan rossz.
Német nehéz vadászvonal. Azt nem csináltam. A főépületet lövöm már. Egy csatarepül, egy bombázó. Az meg lesz akkor. Kilövöm a tornyokat. Lövök egy légvédelmet. És megyek középre. Innen már csak megoldják. Remélem. És még a főépületben is van. Már lehet, hogy inkább vissza kellett volna meg gépágyúval szétszedni, de hát... Most már mindegy, most már akkora időveszteség lenne oda visszamenni. Tök jó, hogy már kim vagyok a kebből, és még a fél HP-mat így szépen így utánam lőtt és leszette. Hát azért az remek. Hát azért kár elmenni most már. Ennyi volt. Szerintem megérte. Aztán megérte. Nem forgulódok, mert ez a gép ez nem arra való. És még túl is éli, hallod? Ez hihetetlen. Még van pofája túl is élni. Milyen tírba akarsz szakaszozni, Tamás? Én váltogatom. Bevallom őszintén, én úgy vagyok most rendben szakaszozni, hogyha igazodnak hozzám tírbe az emberek, és most én döntöm el, hogy melyik tír milyen gép, tehát most nem szeretnék kompromisszumokat kötni a téren. Az elég gyengét megy. Az igen, már 6300-nál tart az izé. Hát nem rossz. Most ha fogják szedni, ha. Kéne valamit csinálni, mert eddig a produkcióm az, hát, hogy is mondjam, elég gyenge. Mondjuk az így vicces lesz, hogy bármit kinézek, azt lekapják egyből. Az mondjuk player. Na végre! Kilőttem egy gépet, el sem hiszem. El sem hiszem. Na, jó van. Alakul ez. Csata repülő! Marce, az lőtt ki, azzal nem bírtam az előbb el. Hoppá, és másodjára azért már ez jobban ment. Oszlop, bazd meg! Valaki leszedné rólam ezt a nyomorultat? Mert, hogy elnézem, ez nagyon rám kapott. Annyira, na köszönöm szépen. Csak ennyit vett le belőle a találat? Érdekes. Az viszont betalált. El kéne menni abba a gyárukat lebombázni.
Mi van? Menjétek le! Na, jönnek rá többen. Nem lesz gond. Az az szépen úgy, puk! Erről van szó. De szépen ég! Le is fog égni szerintem. Az is megvan. Minden pont a miénk? Hát az remek. Nem is lett olyan rossz. Nem is lett a... Jó, hogy ez tier 8-as meccs volt! Ó, én kérek elnézést. Szevasz, Atesz! Nem, ez most nem olyan oszlop volt. Ez most nem olyan oszlop volt. Tamás... Mi... vagy Mihály... Már, fú, ezek a nevek mindig baj vagyok. És te vagy a... Te vagy a... ki? Segíts! A war? Te vagy a war? Tényleg? Beszarok. Hát beszarás. Nézd, milyen külni van még. Hát közepesben még kéne egyet mennem, hogy meglegyen a 10 tokenes. Nem biztos, hogy 7-es. Hát megpróbálom még egyszer a japánt, jó? Mert azt nem sikerült lenapizni, hogy a legénység is egy kicsit fejlődjön. Ha az úgy megfelel. Armored Warfare. Az a japán 7-es nehéz vadász, az egy nem egy könnyen játszható gép, de azért lehet vele időnként jókat menni. Csak hát azt kezdőnek nem ajánlanám. Írtózatosan szenvedős az elején. Fordulékonyság az nincs, tehát azt el kell felejteni. A gépfegyvere meg elvileg olyan 7-800 métertől már működik, de még én is szenvedek vele sokszor, hogy betaláljon. Tehát így, jó, mondjuk a gépnek nem nézzem a fogát, tudom, mert ezt valami küldire adta a játék. Nem tudom már mire, még régen kaptam. Ezzel ki 88-szer is 19.000-es kört bukni. Nem kapunk ellenfelet. El kéne kezdeni a csapdarepülős német ágat. Az a baj, hogy szerintem abba csak kis tírbe tudok beleugrani. Mert abba szerintem nincs átjárás, de majd megnézem. Úgyhogy az kb. Majdnem az elejéről kell vinnem. Hát mondjuk, ha a free XP-met elhasználom, akkor biztos be tudnék ugrani szerintem tier 6-7-nél, de... És használjam el a free XP-t. Azt szépen gyűjtögetem. Jó az ott. Avi. Ezek a nevek? KPTKR Zépszilon Stoff. Jó, oké. Megyek balra ezt a pontot, gyorsan megpróbálom. Egy lövés bemeltek volna. Igazán.
Na pont, álljunk középen. Hú. Ja, nem rossz gép. Ezt is valami... Nem akarok hülyeséget mondani, 1000-valahány száz forintért vettem. Tehát így kaptam, volt egy ilyen kuponom, és valami nevetséges összegért kaptam meg. Nem mondom, annyit megér. Megedett a fegyver. Amíg eloltanám a hajtóművet, az lehet, hogy sokat segített volna. Ezt belehajszoltam a sziklába. Ojoj, rajtam van a izé. Á, leégek. Leégek, jött az elit. A I-180. Azt nem is ismerem, az milyen gép. Az nem vágom, hogy mi. Vigyázz, mennek még ketten. Na, igen, mert full HP-val jött, én meg már olyan negyed HP-n voltam. Úgyhogy nem bírtam vele lefájtolni a dolgot. Megyek befele. Húton vagyok, húton vagyok. Tartok tőle, hogy ez most nem lesz 19.000-es kör, és erre fogja beadni a napizást. Ó, te mi vagy ott? Nem beléd mentem. Valakivel itt összecsókolóztam. Jön az elit befele. Figyelj. Dövöm. Megvan. Ez is megvan. Ponton van ment valaki most. Már rajtunk kívül. Jön egy F, 4F. Ez hülye. Rám húzta. Valami itt van rajtam. Baszki. Yes. Help. Jó, elfordult. Jön az elit. Ú, te is jó szarul állsz HP-val. Hát ezt akkor még nem tudom. Ez rád fog menni. Megvan. Lelőtt? Végül, Lenny. Igen, az a szar, hogy kevés HP-val ilyen full HP-s ellen nem nagyon lehet érdembe felvenni a harcot. Ha csak nincs mázi, de elrepül melletted és túléled. Utána már jó. Jó, ez is megvan. Többen fognak bejönni egyszerre. Megint farokáljuk, de... Hát ezt
Ezeket nagyon megvertük, hallod most. Szia, Viktor. Ezeket most nagyon megvertük. Hát nem, közepét az evettük, nem tudtak mit csinálni már. Hülyén csinálják, mert egyesével jönnek be. Bejöttek volna egyszer hatan, kisöpörtek volna simán minket. Tér, öt német vadásznak nagyon szép a festése. Vannak jó festések egyébként. Jó. Pellanat, megnézem most már csak kíváncsiakból, hogy kb. A német csatalákból hogy tudok beszállni. Hát igen. Igen, hát ott csak a vadászt csináltam. Átmenni se tudok, mert pont itt a 4-10-estől lehetne átlépni. Hát ezt lényegében az elejéről kell kezdenem. Ezt lényegében az elejéről. Mit tudom, lehet, hogy annyit felhasználok a FreeXP-ből, hogy mit tudom, 3-as, 4-es tírnek kezdem el. És akkor... akkor úgy. Viszont van jó legénységem. A 4-es német csatarepülő prémium az megvan. És akkor azt a legénységet fogom vinni ebbe. Szerintem. Mert az már hány skill-es? Nem azt mondom, hogy extrém OP, de az semminél jobb. Jó. Ó, kész van a 10 tokenes, szuper. Menjünk egy 10-est, jó? Hozzad a kis szerelmedet te is, én is hozom az enyém. hát egy ilyen falkában ez, beteg. Ez falkában nagyon beteg ez a gép. Még önmagában is, nem hogy még kettő. Na nézzük ebbi alacskákat. Ebből jobb a 9-es? Hát... de van őszintén már nem annyira emlékszem rá, de nem rémlik, hogy jobban adta volna a 9-es, mint ez. Elég hamar átléptem, tehát hogy elég hamar megcsináltam a 10-est, úgyhogy nem volt meg túl sokáig a 9-es. Ezt nagyon szeretem, de 9-es nem rémlik már. Jaj, nem ebből, jó. Azt hiszem, hogy erre mondod. Német nehéz vadász, jó. Ja. Hát majd nehéz vadász, azt elkezdem. Eleve el kéne kezdeni, mert német ágból csak a vadást csináltam, és... németből nincs is más. Attention. You are entering the combat zone. Get ready for battle. Good luck. Hát igazából a recept egyszerű. Megyünk és szétbaszunk mindent. Itt nincs mit túl komplikálni ezzel a géppel, tehát... mész és mészárolsz. Én bevallom őszintén, fogalmam sincs, mennyi gépet lőttem le ezzel. Nem néztem. Bevallom őszintén, nem nagyon figyelem a gépeim statját külön-külön. Nem akarok statfüggő lenni, mert a botba is sokszor az volt a baj, hogy annyira a statot figyeltem, hogy lement egy tizedet valami, és már szétbaszott az ideg. És pont ezt nem akarom, hogy ne legyen a dolog annyira a statra kijegyezve. Inkább csak élveznek a játékot. Nekem az a meccs végi eredmény bőven elég, amit így infókat tudok, aztán... jó,
Megyek középre. Nézem, mi lesz lőtávon belül. Jó van, az leég, remélhetőleg. De úgyse rossz. Az a biztos. Jó van, oké, akkor már nem megyek. Anyád, mi volt ez? Mi volt ez a bizbasz? Persze, hogy ilyenkor nincs javító platform. Sérült szárnyal próbálom a japánt leforogni. Megpróbálom kiegyenesíteni a izé vonalat, aztán ha tudod, akkor vedd le. Utána mi egyáltalán? Jó, megvan. Bazd meg! A bot BV rám fordult, nem hiszem el! Utálom ezeket a agyon húzott ultrapontos botokat. Oda húzza az orrát és puff, már nem is vagy. Bevallom őszintén, nekem az előző hangja jobban tetszett ennek az ágyúnak. Valahogy menőbb volt. Már megint itt a BV rajtam, hát ez... Abba se sok maradt. Oh, fuck you! Fuck you too! Mi volt a terv, kedves nehéz vadász? Ezek a BV-k a sírba visznek, hallod? Utálom őket. Bocsi, csak pont én is kinéztem, de én legalább gyorsabban pusztult. Hát már megint itt egy BV, hát az hihetetlen, hogy ezek állandóan itt lebzselnek. Valami rajtam van. Nem tudom mi az. A BV megvan. Fordulok rá? Basszus. Mire ráfordultam, pont lekapott. Bocs. Meg is halt. 5 másodperc híja volt. Javelin. Ezt meg honnan szalajtották? Tából. Na, azaz. Kapja! Látom tőled is, jó van. Jó bírja egyébként. Jó bírt a lövést. Irány lefelé. Ó,
Ezt nem hiszem, elhallod. És annyit csinált, hogy nyomott egy irányváltást, és már le is rammolt. Hát ez hihetetlen. És büdös bot egyébként. Á, agyam eldomom az ilyentől, komolyan mondom. Szia Patrik. Annyit csinált, csak gyorsan rám húzta a bot kormányt, és puff, már rektelődés, és elvették a közepét. Wow. Vezetünk annyival, hogy mindegy, csak ez azért kicsit vicces volt. Meg undorító. Leszedem itt a kóvágókat. Javelin az gyors. Meg vagy még? Meg vagy, megyek be. Basszus, mennyi védekező? Nézem, mi lesz lőhető távba. Semmi. Meghaltott volna igazán. Minden szembe jön. Hát ezeket megvertük. Ezeket csúnyán megvertük. Rohadt kis BV kétszer így leszedett. Fúj, de gyűlölöm őket. A végső megoldás RAM. Ebbi halak hozták a kötelezőt, amit kell. Jó, hát ez... Ja, ez egy tokenes is kész, nagyon jó. XP... Base XP... Japán vagy német géppel. És győzelem esetén. Épp azt próbálom kitalálni. B32-t lenapisztam, egy picit mennyi van ebbe? Két napba menni, és akkor elég is lesz az XP-re. Megjáratnám majd 116. Még egy-két napizást fogok majd vele így a következő. Ezért Sabert. Mostanában bejön ez a gép. Rohadt denevér. Büdös bőregér. Szárnyas patkány. Trepuszkurát kidoptera. Mondjuk az biztos, hogy az összes vadász közül a 11-01-en lehet a legdurvább köröket menni, a legkönnyebben idézőjelben. Tehát az a leginkább, abban van benne leginkább a nagyon OP kör. Tudja a legjobban hozni ezeket a 20.000 fölötti meccseket. Ha úgy jön ki a lépés, akkor szerintem az összes... Jó, sokan fönn vagyunk. Jó, valaki elfogadta a klánt. Valaki megtalálta. 59. Nem talál botokat nekünk. Jó. Nagyon jó. Attention. You're entering the combat zone. Német nehéz vadászágat. Nem tudom. Mondjuk az se lenne hülyeség akár. Messzerhez? Milyen messzerhez? Az ellenfélnél arra gondolsz, hogy most...
ha nem tud rám csapni, úgyhogy nem figyelek rá, akkor meg lehet fogni. Közelharcba elvileg meg lehet fogni. Meglátjuk. Meglátjuk, mennyire jó. Figyelni kell majd rá. Szia, Misteri. Aztán lehet, hogy nem is találkozok a legész meccs alatt. Volt olyan, hogy simán úgy ment le egy meccs, hogy nem találkoztam a legdurvább gépükkel, ami az ellenfélnél volt. Ezt túl gyors vagyok. De ő azért rám fordul, a kis patkány. Tehát azért én túlrepülök rajta, de azzal a 10 HP-val azért egyből rám fordul. Most már befejezem, mert az agyamra megy. Az piti. Hol a sérült? Hol a sérült? Ott van, ott van. Ez is megvan. Megvan a pont. Még gyorsan is fordultak. Gondolom középen találkozunk majd. Fordulom én. Igen, fel is jöhetné Discord, de nem lenne egyszerűbb a communication. Csak kérdezem. Ah, itt már benn vannak középen. Jó, hello. Tehát Discordra nem jössz fel, és akkor ugye ez egyszerűbb, a szóban tudunk értekezni a meccs közben, nem? Ez a Saber, ez az amerikai AK-30-as egyébként. Ágyúban mondjuk azért picit más, abban azért jelentősen különbözik, de egyébként itt tiszta ilyen AK-30 feeling. Ez necces volt. Jó, közepben megvan, betanyázhatunk. Mindjárt megyek oda, csak találtam itt egy ilyen kis marhát! Bazd meg! Üff. Jó van, jó van. Meg lesz, meg lesz. Ezt ne fordom. Jobb is remélem. Nem, meg lesz ez. Még egy fordul aztán. Még az enemy messzerjével nem találkoztam. Bázisra. Amik azzal a gép... Oh, na most! Ó, vagy, jól látlak. Megvan! Megvan! 1-0 cingárjavára. Messzer ellen. Megpróbálta. Bár mondjuk nem úgy láttam, hogy annyira... próbáltam, az inkább elfordult. Megpróbált gyorsan nyomni egy padlógázt és lelépni, de nem tudott távolságot nyerni annyit. Pusztuljál már meg, te meg! Na végre! Hú, könyörögni kell ennek is. Az a vicc, hogy még alig sérült a gépem. Pedig itt azért benne vagyok most a sűrűbe. Jó. Bazd meg! Keresztül repült rajtam a védekezés, megdöglött nekem, meg a fél HP-mat levette. Istenem! Ezt nem tudták volna programozni, hogy legalább akkor ne le... De várjátok, én úgy emlékszem, hogy valami rebesgettek, hogy jön a... Értem. Ma tippel nem kéne, de... Egy lövés kellett volna Messzerbe, és az XF90-es kisegítette. És lekapott, mielőtt előttem volna. Azt a rohadt mázistát. És az esély bot, fogadjunk. Az hát.
az a baj, hanem hogy el is vett. A bot XF leszedett közepét. Ja, most újra el kell kezdeni felépíteni ezt a dolgot. Kitakarítok itt hátul. Aztán megyek be középre. Ú, basszus, jó benn vagy a lecsóba. Tudod, hogy a hátunkba is elveszik a pontot. Csak hogyha ezt a csatára... Bombázó is jön, remek. Az még úgy kellett ide. Mennyire van az magasan? Na, lelőttek, látom. Na, 11-01-es elkapott. Hát mondjuk igen, annak a tűzereje. Látom, tele van. Tele van a közepe. Magas, inkább megyek a csatarepülőért. Több idő, mire felszenvedem magam. Két bombázó van már itt fölöttünk, remek. Vannak ám kilátások. Szép. Más is. Mi volt ez? Itt van megint a csatakonca. Hát figyelj! Lőjük meg, amit tudunk, az kész, ezt a meccset, ezt valószínűleg meg fogják nyerni. Nem tudtuk a közepét megtartani, azon ment el sajnos, mert... Nem, egyszerűen azzal vagyok elfoglalva, hogy folyamatosan hátországba próbálok takarítani, de hát... szélmalomharc. És így is el tudták venni. Persze, botok tudnak olyan OP-k lenni, hogy undorító. De amikor a csapattársad botjai, csapattársadban lévő... Na, csapatodban lévő botoknak kellene kepelni, vagy valamit támogatni, akkor ne félj, azok sekvék. De amikor téged kell leszedni, akkor hirtelen olyan OP-k, mint 100 elit játékos együttvéve. Hát az meg szerverlag, amikor nem feléd néz is. Szegény Saber megtette, amit tudott, nem rajta megy el a meccs. Szegény kis Saber. Gyere csak vissza. Itt a rohadt bot XF 90-es. És már megy is. Már a Weaver-t már menekül. És a 21 ezeret lőtt. És az a vicc... Hát igen, na, látod? Ellenfél 11-01, akkor az hülye XF kisegítette. Szia Erik! Pont azon gondolkodtam, mikor. Szóval, hogy én egyszer le tudtam szedni, ő meg engem egyszer se lőtt le. Csak hol lesz Wolf. Köszi a tegnapi BFS meccset. Hát nincs mit. Szóval német nézvadászág, hát el kéne, lehet, hogy megint két ágat kéne, mert azért az úgy csak jobb projekt, hogyha izé van. Hát kár ezért a körér, mert ez pincsi lehetett volna. Én maradok a Saberon, nekem ez most így bejön, el vagyok ezzel. Nem lett volna ez rossz kör. Közepéről kifröpörtek minket, ott nyerték meg. Jó, még van izén, jó. Legalább a tokenekkel jól állok, mert van még 20 nap prémem, és már 104 token van, úgyhogy...
30 napos token mennyiség az meg lesz hamar. Ezt tetszik egyébként, hogy össze lehet szedni tokenből a prémi fiókot, és nem kell költeni, ez egy hasznos dolog. Hát meglátom majd, Erik, hogy hol szállok bele egyelőre, most majd kitalálom. Igen, azt mondták, hogy az M10 az egy eléggé kemény, jó gép. Bár bevallom őszintén, nekem a vadászok az igazi kedvencek, meg a mozgékonyabb gépek, én azokkal élek jobban. El vagyok más gépekkel is, de azért ezek a fürgébb vadászok, ezek az igazi, ami nekem úgy legjobban fekszik. Inkább látom, hogy használjátok a Discordot, az jó. Az jó dolog. Hmm, 11-01-es most nem kaptunk ellenfélnek. A csata repülő? Hát gondolom mész ide a radarra fele, ugye? Én most légi fedezetet adom. Végé már le. Úgy van. Könyörögni kell itt! Faszus, de gyorsan eltávolodtunk a többitől. Közép vagy besunyogjuk a rakétára? Látjuk meg itt a rakétát, behúzzuk, az azért menő. Mert én azt megpróbálom. Kicsit szakálni őket. Úgy. Végé szép. Úgy van. Erről van szó. Erről van szó, kérem szépen. Bombázóra. Most majd visszajön, ha akar valamit. Itt van egy lepkefinktól meghaló Hornet. Érdekesen eltűntek. Megyek utánad. Az igen! Valami hülye bug van. Az vicces lesz a végelszámolás, a pontot lő mindenki. És már is ez lesz. Mindenki nullázott. Valami nagyon be van bugosodva. Na, bombázó, jó. Ez nálad is most izé? Ilyen érdekes dolgokat csinál?
Tök jó, hogy azokat a gépeket is aktívnak jelzem, amik már le van a zuhan. Vagytok? Hol vagytok, szék? Le fognak lőni. Azt se tudom, mi lő. Ja, 30. Ja, hát akkor már egy minden világos. De baj, ha nem a jak lő, akkor lő minden más. Esélyem se volt. Nulla pontos mindenki. Az a kemény. És kényszer. És most jött rendbe. Nálam még a kepelést is azt írja, hogy mind a két csapatnak nulla a kepje. De mi a chat is meghalt? Hát ez tök jó. Hát ez nagyon fasz. Micsoda, ilyen bugot se sűrűn látni. Az le van zuhanva. Oké. Jó. Mi van itt még? Tök jó, hogy jelzze azokat a gépeket is aktívnak, amik le vannak lőve. Kicsit bosszantó vagyok be, őszintén. Ha már itt ez a bombázó raj. Kicsit megdolgozom. Le lehet még egyet venni ezekből? Itt jönnek. Egyszerűen folyamatosan azzal vagyok elfoglalva, hogy védekezek. Ilyen 40 invázió van? Mi a franc? Lelőtt gépeket mindig jelzi aktívan. Tök jó az a gép, az a P228. Az viszont nagyon is él. Az nagyon is él az... Hát Sandy, az, hogy nem szeretem, az nem jelenti, hogy nem ismerem kipől a geleget. Nem, ezeket a dalokat. Hallottam én ezeket. Melombó. El kéne kezdeni valami támadást. Megint. A nemesebbik részemet. Nézem, hogy hol van. Hú, de rossz, hogy jelzi aktívnak a zuhanó lelőtt gépeket is. De nagyon zavaró ám. Hogy áll a meccs egyébként, mert nálam nem ír semmi pontot, meg semmit. Csak hogy legyen már fogalmam, hogy... Az lenne a fasz, ez a meccs a végtelenség menne, mert bebagosodott így. Kettő. Azt sem tudom, hogy állok én ponttal, semmit. Az is le van zuhanva. Van itt olyan gép, ami még él. Megyek át oda... Nem. Nyert! Az is zuhanásban van. Hát ez szuper. Fogalmam nincs ennyivel. Fó nullát ír. Kíváncsi, hogy a menübe kiírja.
Minden is gyanús, szia, tesz. Azzal nincs baj, csak... Visszatér, dodge a fényhozó. Kíváncsi leszek, hogy itt ír-e majd valamit. Aha, itt írja. Aha, bőről az jó. 2000. Szélbőről elmegy. Jaj, kéne menni olyat. Japán gép. Minden nulla volt, hallod. Aha. Hát akkor hozok japán gépet. Még küldi haladjon. Hozok egy ilyet. Jó, reg 11.01-nél maradunk. Fényhozó az. Megnézzük, ha most is szar lesz, akkor utána újraindítok. Ha most is vacakú fogja jelezni a... Tamás, nem jössz fel Discordra egyébként? Még mindig kérdezem, csak nem... Vagy nem mondtál rá semmit, vagy nem figyeltem arra úgy. Testben. Ja, nincs letöltve. Jó. Meglátjuk, jó vagy. Akkor ti Teamspeak-et használtok? Ja, aha, most írod, aha. Nem tudom, én nem tudom, meg leszoktam. Nem, mintha olyan nagyon nagy baj lett volna vele. Így belegondolva csak. Annyira mindenki Discordra van ráizelve, vagy jó, akkor diszkeztünk. Mikor még aktívan klánoztunk, akkor... Régen mi speak volt. Jó volt, tök szépen berendeztük, jó fasz a izékkel, rangokkal, ikonokkal, jól nézett ki. Egyébként azt tetszett. Az jó volt. Igen. Tényleg? Megderül neki. Basszarás. Majd így most, hogy így belegondolok. Kintiger. Valami halovány a rémlik. Az a név abszolút ismerős. Ez a világ. Meg. Mi van még itt? Közép vagy a szép? Járra menjünk? Ja, jó, oké. Okay. Szekáljuk őket kicsit. Lentiekre. Azt a bombázott nagyon gyorsan lekerendett. Túlmentem. Mindig azt lehet, amely előttem, aztán majd fordulok vissza rá. A shoot 10 az agyamra megy. Szép. Lekapott 10 éve bombával? Mi a szarra? Na most jól írja a pontokat, most működik. Csak behúzták. Ez az ágyú, ez valami beteg.
Ajaj, valami rám száll. BV, elit. Jó, meg lavacskin is, fassa. Ketten is rajtam, baszki! Szép. Köszi. Ég a lavacskin. Megvan, köszi. 2-11. Most kellett. A hell. Az ágyú ez, áh. Jó. Mint. Látom, már adod neki. Valami itt jön. Bomba. Szép. Ja, az nem te voltál, akkor nem tudom. Javelin? Nagyon rászáll. Azt mondom, hogy te. Francba, elfordult tőlem. Jó, megyek vissza középre. Nagyon kéne egy gyár, mert azt, hogy mind a kettő nőkülnek, ez így bukó lesz. Miért nem megy rá? Jó, az egyik fölött ott vannak, tehát hogy az meg lesz mindjárt. 11-0, na, 10-99-est ezt megcsinkedem. Érez a törődést. Megvan. Nem, ja, megló. Baszki! Jött a bot és oldalról. Melyik link nem jó, Dodge? Discordot tegnap cseréltem ki, elvileg most már az jó kell legyen. A Facebook link jó, csak kimásolni kell, nem rányomni. A többi meg jó, mert az szokott működni, azt szokták használni. Az a baj, a két gyára megnyerték. A karuggép együtt. De vicces egyébként, hogy ez hogy... Ezt nem is értem, hogy ezt hogy tudták így megnyerni. Sú-10-es megcsinálta nekik a meccset. Azt kellett volna vadásznunk, csak... Sú-10-est kivenni a képletből, már itt van megint. Hát rámegyek, de... Úgy leszedett full HP-ról faroklövésszel, mint a szart. Esélyem nem volt, hallod? És oldalról kezdtem rámenni, és még így is letudott. Good buddy. Elvileg a csatorna linkje van beadva. Álljon már meg a menet, hogy egy tetves shoot ízzel lehoz egy meccset valaki, azért az egy kicsit durva. Tehát azért... Mi volt ez a meccs? Ő körbereszhető, de normálisnak semmiképp. Repül, közelében nem tud menni senki, ő lehozza. Hát azért ez egy kicsikét nevetséges, na. Jó van, ezt azért még le tudtam menni. Ez, hogy felskillez valaki egy bombázót és végrepked 500 méteren a pályán és lehoz a meccset, vagy valójában őszintén. Kicsit nevetséges. Közelébe mész meg, akkor biztos, hogy megdög lesz. Tehát kb. Csak szemből, alulról lehet megtámadni. Amint a faroklövész hatótávjába érsz, biztos lesz benne megdög lesz. Tehát... nevetséges. Na, azt már nem is... Jó, maradjunk ennél. És néztem. Hát igen. Legtöbb botas semmit nem ér. Jó, az ellenfél botja is voltak sokkal jobbak. Az a bombázó hozta le. Kell okosan megtámadni, hogy ne tudjon és mi... Egyszerűen arra kell mennünk. Bombázót minél jobban kivonni a forgalomból. Szíd fókuszálni a picsába, hogy levegőt ne legyen ideje venni.
Nem létezik a csatia. Megvan az. Hát kicserélem. Mondjuk most éppen tök mindegy, meg GB az... Nem mondjátok már. Én megnézem. Kicseréltem, jó? Most hetek óta inaktív. De... De lehet, hogy levágta, kipontozta. Lehet. Akkor a paradicsomét is újra rakom. Mert pontok vannak ott. Jó, akkor megcsinom hekijével is. Mert most... Lehet, hogy izé... Hülye ez a YouTube, komolyan mondom nektek. Még nem talált meccset? Az igen. Jó, elvileg most kicseréltem. És elfrissítek. Most én is megnézem, most kíváncsi vagyok. Na, most nálam működik. Működik. Mi van? Szia Zoltán. GB-vel mi van, már el van tűnve, mint a szürke szamára ködben hetek óta. Pár hetet csinált még egy live-ot, előtte megint kihagyott pár hetet, akkor állítólag azt hiszem be. Nem tudom, hogy volt. És most megint el van tűnve, most nem tudom, hogy mi van vele. Még nem tartani sem, eddig felhívnom. Mert felhívom majd van még. Ja, a légvédelem már rajtam van. Visszállom úgy. És már írd is úgyis. Visszállom úgyis! Persze, mert te így kezőlent. A franc basszítem, megvan a pont. Nem fordultam már utána, nem baj. Ez a gép mondjuk nem emelkedik jól. Ennek nem ez az erőssége. Arra az védekezőbe is egy dövés kellett volna. Jak 30. Jak 30-ba kell, azaz, szép. Befejeztem. XF 90, lehet, hogy belepül a lőtávomba? Még lehet, hogy be is repül. Aha. Védekező gépek. Jó. Mi van itt még? Azt ráthagyom. Ezzel már nem megyek fel oda. Váljunk a közepére? Védekezni? Te szart megyek, most nézem. Élőzni kell se most. Mennyi lövés a mellé ment? Ezt a bombázat most sikerült arra gyorsan kivenni a képletből! Az meg!
ebben a magasságban ez a gép már, hát, hogy is mondjam, nem forog túl jó. Jó, megvan. Csata kancalt lent. Milyen kis busztot gyűjt. Hát ezzel a körre meg az lesz a baj, hogy kurva könnyen nyerjük. Ezt meg túl könnyen nyerjük. Hát ez nagyon szar kör. Hát ez nagyon szar ez a kör. Szponzorálás linkje rossz. Hát ne csináljátok már srácok, hát minden link működik. Hát valók, hogy rossz. A böngésződ rossz, vagy nem tudom. Mások használják. Ez... Úristen. Kb. Majdnem nulláztuk őket. Hát ez bo... Ez borzalom rossz kör volt. Ez... Úristen. Kb. Majdnem nulláztuk őket. Megnézzük. És beszarsz, tényleg nem működik. Mindjárt megnézem, hogy mi van. Hát ez mondjuk vicces. Hát egy picit. Mindjárt megyünk, jó? Pillanat, csak ezt most megnézem el. Mi a hányá? Ezt most én sem értem. Mi a gyík van? Valamiért a linkek elszáródtak. A donét az jó. Szponzorálása az valamiért. Igen, a donételés működik. Jó, ezt majd megnézem. Ezt meg kell néznem, nem tudom miért nem jó. Mi a hányás van vele. Na jó. Milyen küldik vannak. Hát, mit tudom én. Ó, tudod mit mennék? Egy 8-as farmolós kört. Már csak azért is, hogy a Vampire-t lenopizzam. Meg hozza a kredót. Egész jó, kezdünk megint kredóval jól állni. Sastojás. Igen, most így, hogy nem húzok ágat, így most gyűlik a... Fogadjunk, az lesz. Tuti, az lesz. Kitalálom, 229, nyakamra. Linket az előbb cseréltem ki. Hanem azt kimásolni. Azt ne rányom. Majd esküszöm megnézem. Nálam működik a link, felugrik a Facebook és be kell jelentkezni, és akkor elvileg jó. Tehát én most kipróbáltam a linket és működik, csak be kell jelentkezni, hogyha nem azzal a böngészővel vagy bejelentkezve. Úgyhogy a Facebook link az jó. Ott a 229-es, mondtam! Jaj. Aztán lassan szerintem. Szerintem a délelőtti Warplanes az engedtünk, tényleg dél van. Ja. Ez a top tier-ben vagyunk. Wow.
Hát most akkor mi nem bányászunk, akkor mi megyünk itt jobbra el erre a sima pontra, aztán be középre, és akkor a bányát azt most rá kell hagyni a botokra, amit már kimondani is borzasztó, mert a kb. Az úgy lesz behúzva is. Figyeld meg, hogy az enemy botja milyen OP-n húzogatják majd a bányákat belül. Hát a Vampire-nek is jól lőtávja, 1000 méterre már lő. Hát ami 1000 méteren van, azt már tudja lőni általában, bár az... Hát konkrétan mire ráfordultam a gépre, miénk volt a pont, úgyhogy ez nem volt egy túl... Úristen, mennyire jöttünk ide, atya, egy legoptimálisabb lőtávja, az igaz. Az veszélyes lehet. Ég. A Spitire nagyon figyeljünk majd. F4 úra megyek. Megvan. Nézem, mi van lőtávon. Lemegyek az IL-10M-ért. Player. Azaz. J21RB. Az a svéd, nem? Valaki lője még bele? Valaki... El is kapom gyorsan. Csak üteni kell a fegyvert. Mit reménykedsz, hogy... Ez így... És arra van mit? Ilyen lassú! Úgy túlmentem rajta, mint a pinty. Megvan. Megyek. Kapja! Egyek a BV-re, mert látom az csipkézet, bár most úgy nézem, leszállt rólad. Rákba ez hülye ez? Itt az IL-10-en már megint. Mit keres a b***? Spitty? Na, Spitfire. Jó, nem jó játszik a Spittyvel. Már most éppen elkezdtük a forgolódást, de... Én fát, ha utána mered. Jó, kiegyenesítem a pályámat. Aztán hát... Nem engem követ. Ez az így? Harvadék. Hú van. Megyek a Spitire rá. Basz, ki tudod szer... Hát beszarok, hallod, és nem bírom ki... Meg lesz. Megvan. Valamilyen rám szállt. Mi? Két elit Spitfire-ük van? Vagy mi az Isten? Leforogni. Nem bírom leforogni. Basz. Hát az nagyon fasza. Nem bírom. Jó, lőjön ki inkább. Inkább respawnolok. Nem, tök örültem, hogy... Egyik le lett szedve erre, itt volt a nyakamon a másik, abban a pillanatban. Megyek mindjárt. Ez a 229 feketén néz ki a legmenőbben. Az úgy nagyon beteg jó. Repülök! Ratt életbe a két spitiüknek. Közöl. Írja, ez egy boring. Hát akkor csak... Már megír rajtam a spit, ezt nem hiszem el!
6 Spitfire, és már megint engem vadászik. Megpróbálom elhúzni a csíkot, de... nincs hozzá elég boost. Nem, ez a Spitfire az csak engem, hallod? Próbálom őket elcsalni. Vigyem, mondjuk más nem arra jó lesz, hogy kicsalom őket, mert veszettül próbál kergetni az egyik. Jó, most lehagytam. Most kéne berántani a hátuk mögött azért. Ír-10-zel minket vadászik a csávó? Ír-10-es csatarepülővel vadászokat izé kergeti? Ez hülye. Jó, megvan. Itt a Spiti megint. Kapja. Megvan. Most időbe ki lett szúrva. És így ment utánad az Ír-10, hallott, és próbált téged elkapni. Nem hittem a szememnek. Bírom az ilyen gyógyegereket. Itt a Spiti. Megvan. 50 ezer védekezőgép a seggembe. De hülyék egyébként, mert most speciál nem is foglalkoznak velem. Most benyomtam a boostot. El fog kapni. Baj, ennyi öröme legyen az életbe. Se több, se kevesebb. Oké, Tono, jó étvágyat. Nekem is lassan majd ki kell találni valami ebédszerűséget. Ami igazából még a reggeli lesz. Én már nem tudok bemenni. Csak nem veszítjük már el. Most rántott volna egyet a bánya és elvették. És innen kapunk ki, baszki! Nem, azt hittem. Azt hittem, hogy utolsó pillanatban minden pontot elbukunk és izé... behúzzák, de nem. Fú. Ez a két spit az azért... nem volt kellemes. De legalább megvan a napizás. Volt ez. Na jó van. Most én szerintem ez így elég volt. Akkor szerintem srácok, Csabusz, pont most köszönök el, mert meg is éjjeztem. Köszönöm szépen a szakaszt. A szákat mentünk. Nem már egy kicsit ki akarok nyújtózni, mert gémbe lettem a székbe. Talán vagy valami lesz, lehet, hogy AWP-zünk, majd megint nem tudom, még meg kitalálom. És akkor délután, vagy kora este, vagy valami lesz. Lehet, hogy AWP-zünk, majd megint nem tudom, még meg kitalálom. Mindenkinek jó étvágyat az ebédhez, és akkor see you next time. Zázni is, majd meg kitalálom, még mi lesz. Na, jók legyen, te is pont most csúsztál be. Sorry. Ali. Szia, Edu. Bocs. Úgyhogy következő live-on, akkor majd találkozunk. Na, sziasztok.